Hello mindenkinek, mi a Kabbalatlan című könyvből tanulunk, Bálaszalám cikkéből. A cikk címe Béka a világban, mondják a oldalszámot. Kérdéseket föltel a Kabbala TV-n keresztül, a meghatározott kérdések keresztül sugárzó lesz, és során, még egyszer. Kabbalatlan című könyv, mondják az oldalszámot. Béka a világban, Bálaszalám cikke. Mondják az alcímet, amit olvasni fognak. Tehát most forduljunk a három maradék jellegzetességhez, a kegyelemhez, igazsághoz és a békéhez. Úgy tűnik, hogy eredetileg csak azért lettek létrehozva, hogy támogatásként szolgáljanak az igazság gyenge tulajdonságára számára a világunkban. És itt a történelem fejlődés elkezdte lassú és lépcsőzetes emelkedését annak irányába, hogy megszervezze a közösségi társadalom életét. Ez azt jelenti, hogy itt nem egy egyszerű dologgal állunk szemben, mivel nem tudunk az igazság mértékére megfelelően előre haladni, nem rendelkezünk ezzel az erővel, lehetetlen. Tehát ezért újabb három minőséget kaptunk. Ami azt mondja, hogy az igazság minőséghez hozzáadódtak, és ilyen módon megerősítették annak az erejét. De az igazság helyett három új minőségről beszélünk, és ilyen módon kiegészítettük az igazságnak a minőségét, és sok kérdés felvetődik persze itt, hogy milyen mértékben tudjuk ezt a szintet teljesíteni, és Rab Mekapciel, tudjuk, ami felülről fog leérezkedni a legmagasabb tudatállapot, amely a teljes igazságnak az állapota. De hol van hogy tudjuk ezt a három minőséget úgy használni, hogy ezek teljessé váljanak, és valamilyen módon minden limiten túltörve. Erre még szavaim sincsenek, hogy elmagyarázom, inkább olvassuk, aztán majd megtaláljuk a kifejezéseket. Tehát folytatjuk a második bekezdéstől. Elméletben mindenki beleegyezést adta, és magára vette azt, hogy semmilyen módon ne térjen az igazságtól. De valójában az emberek az igazsággal ellentétesen kezdtek el viselkedni. És azóta az lett az igazság sorsa, hogy mindig a legnagyobb csalók kezébe került, soha nem a gyengés és igazak kezébe, hogy azok akár csak kismértékben is támogatásban részesüljenek az igazság tulajdonsága által. Amikor nem voltak képesek felállítani az igazság tulajdonságát a közösség életében, kizsákmányoltak és a gyengék felerősödtek, és megnövekedtek a társadalom belül, és ennek hatására jelent meg a kegyelem és az igazságosság jellegezetessége, és kezdtek el működni a társadalom életében, mivel a teljes társadalom létezése arra késztette a sikeres társadalmi rétegeket, hogy támogassák a gyengéket, hogy nehogy az egész társadalom összeomoljon. Ezáltal engedékenyebben kezdtek viselkedni a gyengékkel, kegyelemmel és jótékonysággal fordultak felé. Azonban természetes, hogy ezeket a feltételek mellett, hogy a gyengék és kizsákmányoltak elszaporodnak, még elég erősen válnak, hogy tiltakozzanak a sikeres rétegek ellen, harcokat és vitákat kezdeményezzenek. És ebből kialakultak a béke jellegzetességei a világban, hogy mindazok a minőségek, kegyelem, jótékonyság és béke, amik megjelentek, és mind az igazság gyengeségéből születtek ezek. És ez okozta, hogy a társadalom különböző rétegekre bomlott.
Néhányan a kegyelem és a jótékonyság jellegzetességet vették magukra, az a saját tulajdonukból adtak másoknak, mások pedig az igazság jellegzetességet vettek magukra, az az, ami az enyém, ami a tiéd, a tiéd. Egyszerűen kifejezve a két réteget nevezhetjük építőknek és pusztítóknak. Építők azok, akik építkezést akarnak, a közösség érdekét, amely gyakran még a saját tulajdonokat is hajlandók másoknak adni, de azok, akik természetesen fogva pusztításra és pazarlásra hajlamosak, kényelmesebben érzik magukat az igazság jelentéséhez kapcsolódva, azaz, ami az enyém, és ami a tiéd, saját nyerészkedésük érdekében, és soha nem lennének hajlandók bármit is feladni mások számára, figyelemben sem véve a közösség jólétének veszélyeztetését, mivel a természetesen fogva ők pusztítók. להיותם מטבעם בעלי חורבן. כן. מנשה מנתניה שואל, מדוע בלתי אפשרי לחיות לפי מידת האמת? נתניה מוכר לזה, וואלה, כי מי ראית שיגש? איתם עוד ראית שיגש אז יגושג מיני שיגי בעלי, אני ועוד נמי, אני אמר כאן. אני חכם, חזק, פיזית. אין בעוד שוויו, קוקוש, ארוש, פיזיקאי, לא? מה נראה? Gazdag. De ugyanakkor egy bunkó vagyok. Mi más? Durva. Mi a jó még a gazdaghoz? Meg a sikeres az a fizikai világban. Arrogáns vagyok. Hát mit tudom én? Nem is kell, hogy arrogáns legyek. Tehát én önérvéstő vagyok. Ami azt jelenti, én mindent akarok, mindent. Tehát nem érdekel a cika, nem érdekel a bölcsesség. És ez majdnem minden emberrel megvan azért. Tehát mindenki annak megfelelően működik, ami a mértékig ilyen személyiségében ez benne van. Tehát aztán jön az, én gazdag vagyok, majd megjelenik a cvika a szakszervezet, és az, hogy lerombolnak engem. És akkor azt mondom, hogy hát fölülök kaptátok. Oké, nem értünk egyet ezzel, és... De ti így zuhantatok le az égből. De ez elég magyarázat ahhoz, hogy ti nyugton maradjatok? Tehát nyilván az a minőség, ami az igazságosság, az borzasztó. Hiszen olvastuk ezt tesz megelőzően. Az igazságosság, a föld igazságosság az, hogy ennyit kaptál, az a tiéd, az kész. Na jó, de az igazságosság mértékének megfelelően kéne nekünk a teremtés célját elérni. Tehát nem vagy adakozó, akkor halott vagy, mondja a teremtés terve. Tehát ez egy törvény, ez egy szabály, amit meg kell érteni. Tehát annak érdekében, hogy az ember megkapja a lehetőségeket, és megpróbáljon ebben a világban úgy érvényesül, hogy megértse pontosan. Tehát, hogy mi az igazságot akarjuk valamilyen módon mérni, akkor élet-halál kérdés minden pillanatban, hiszen nincs a kettő között semmilyen megkülönböztetés. És ez egy szabály, hogy folytathatjátok az utat. Tehát az ásványi növényi állati szinten nincs kegyelem, nincs megbocsátás ezekben a három szinteken, tehát az állatok között is ilyen szempontból nem értik egymást az állatok. Ez egy nagyon kemény törvény. Tehát az edény és a fény közötti viszonyból származik. Nem is értjük, hogy működhet ez az igazságnak, ez a szintje. Tehát a világ az ítélet alapján működik azért, mert azt mondta az ítélet, hogy neked ennyi jó, kész.
Azaz, hogy honnan jöttem, hogyan korrigálhatom, hogyan kell magamat korrigálnom. Itt kell, hogy legyen egy fokozat, amiben én, ami azt jelenti, hogy én tudok tanulni a hibáimból, megértetem, amit teszek, aztán újra megpróbálom. Valahol ez tűnik a kegyelemnek, ugye? De az igazság mértéke az edények viszonyából születik, és ez megadja neked feketén-fehérre, hogy ennyit van, és kész. Oké, na de ez azt mondja... Tehát akkor, hogyha az igazság ennyire bonyolult, akkor miért így jön ki? Nem, ez nem negatív, ez túl igaz. Ennyi az... De akkor mi az igazság minősége? Ez túlságosan igaz. Nagyon éles ennek az igazságnak az ereje. Szinte elviselhetetlen. Én megpróbálok erre menni, elfogadni ezt, így, más tapasztalat szerezni. Egy kicsit kegyelmesebbnek lenni. Nekem kell egy kis segítség, akkor én talán visszatok térni. És ezen a módon fokozatosan... Tehát mi egy hálózatból származunk, ami egy egyesített hálózat, és ez a hálózatban senki nem létezne a saját joga által, nem tudna, éppen ellenkezőleg mindenkinek az élete attól függ, tehát mindenkinek az élete mindenki mástól függ, ugye, tudjuk. Ez így volt a törés előtt is, ez onnan származik. És képzeljétek ezt el, hogy az életetek minden más ember kezében van, aki él a Földön. Ennyi. És ők ezzel mit tesznek? Ez egy ideális formában megjelenő dolog, tehát a törés után, a bűn után, a tudásfájának a bűne után, ti kaptatok egy kicsi mennyiségű fényt, hogy erőtesebben tudjatok létezni, de senki nem törődik veletek, nem akar senki adni nektek valamit, csak úgy. Az ember létezik, mert a felső erő megadja neki azt a kicsi szikrát, ami megtartja az embert, és megadja az életnek azt a piciny pontját, ami előre viszi. Na de miért így van ez a történet? Azért, mondja Rav, hogy megtanult, hogy milyen fajta teljesség felé kell törekedned. Mert ha elérted a tökéletességet önmagad által, saját törekvéseid által, akkor kilépsz ebből a világból. Tehát van egy törött dolog, amit kiépítettek, tehát... és akkor kicsit félreteheted ezt, és egy puzzle-ban összerakhatodsz egy új világot magadnak, és akkor te, hogy ezeket a... akkor egy új világot építesz, mondja még egyszerre, akkor megérted, hogy oké, ez talán idevaló, az talán odavaló, ez ezt egészíti ki, ezt azt egészíti ki. Tehát a törött cserepekből rakod össze a világodat. De egy 10 millió darabos puzzle, körülbelül, hogy kezdtek kezdeni. És ebből megtanulod, hogy te a teremtő részévé váltál. És ezért olyan kell válnod időt. Mit jelent az, hogy a kegyelem? Mit jelent ez? Nektek... el kell élni az igazságnak a mértékét. Oké, na de akkor... hogy lépek én ki ebből, vagy hogy lépek be egy másikból? Te nem tudod ezt ilyen egyszerűen mondani megtartani. Tehát nagyon világos megkülönbözést kell tenni. Tehát egyébként az igazságot nem tudnád elviselni sem. Tehát neked van a kegyelem, a béke és az igazságosság, ezek segítenek abban, hogy az igazságot meg tud tartani. És amikor fokozatosan megszerzed az igazságnak a minőségét mindenféle kapcsolaton keresztül, az három minőség megtámogat téged, mint mankó, hogy el tud viselni. Oké, na de milyen fajta dologról beszél most ön az alakozásnak, a minőségéről? Az igazság, mondja, neked az egész világ felé kell 100%-osan adakoznod. Egyszerűen igazság, tekintjük azt ennyi.
כמו שהבורא ברא את העולם מלכתחילה, עכשיו אתה חוזר כביכול לאותו מצב הקדום. אוקיי, נו, de ilyen módon neked vissza kell térned ugyanabban az állapotban, ahogy a törés előtt volt a világ. Tehát most itt vagyunk a Gmartikumban, a korrekció elején, és neked partneré kell válnod más teremtményeknek. Ez az anya nukva fordul a teremtő irányába, ezt kell megélni. Oké, akkor mit jelent ez? Mit ajánl ez nekünk? Oké, de nekünk meg kell tartunk az igazságot. Mit jelent az, hogy nyilván az igazság minőség megfelelően senki más. Tehát ilyen mondom, mindenki a vonalon van, mindenki igaz, mindenki tudja, hogy minek kell történnie, mindenki tudja, hogy minek kell foglalkoznia, mindenki megmutatja, hogy mennyire okos. Tehát látod, hogy a lecke előtt mindenki milyen szépen beszél a másikkal. העולם לא יכול להתקיים. רק העולם שלנו שהוא לא קיים. אלה אתה מביא להגון. כי התקה מהעולם המתוקן. אז בצורה שהיא אני לא יכול אומרים שזה כמו חלום, שזה כמו כמו זהה, שזה כמו משהו. תתה זויה, מינט בקיצור, מצב שהוא לא קיים, או לא, חוץ מהשלמות, רוחניות לא קיים. תתה אומרת, יאללה, פתאום שליט, אז, נה? נתנו לנו תתה שליט, אז שם קיבלו למה שליט, אז יקמש. הפוך מפני שקיום שלנו האמיתי. שזה עושה שילנתי, הוא הוולודי להתאזיש, מחייב את המצב שלנו, az kötelez bennünket arra, hogy ebből az állapotból kilépünk, amivel vagyunk, és az annak érdekében ér el bennünket, hogy felismerjük a valódi igazi állapotot. Mit jelent az, hogy elfogadjuk az igazság mérték, igazság minőségének mértékét, ahogy ez felénk kereskedik? Tehát nyilván elméletileg mindenki egyet ért. נמות מחמאה מהאמת אף משהו אבל למעשה נימן את הזאת וון נקד הזיגו שגו נקד לא מתרגעות לי és valami teljesen ellentétes oldalról, az igazságot teljesen ellentétes oldalról, egyet kell értened. Tehát lehet, hogy a legnagyobb hazugságot hazudozó vagy, mégis hát mit jelent a legnagyobb hazudozó? Hogy nem is tudod, hogy mi történik, úgy hazudsz. Tehát nem is tudod, hogy a gonoszság hogyan ragad meg téged. Tehát nyilvánvalóan. Az ma. Ze mi jemei olam kach. Lachen leat leat ashgacha eliona mevia lanu. És ilyen módon fokozatosan a felső gondviselés. És ezek a minőségek, ugye a kegyelem és az egyéb dolgok, hogyan nyilvánulnak meg? Tehát folytatjuk a béke című cikk, a béke a világon című cikket. Remény a békére, amit ezek a feltételek a társadalomnak hatalmas szenvedést okoztak, és veszélybe sodorták a társadalom jólétét, megjelentek a békehozók a társadalom belül.
Ők magukhoz ragadták az irányítást és hatalmat, és megújították a társadalmi életet az új feltételekre alapozva. Amelyeket ők maguk igaznak tartottak, és alkalmasát éve a társadalmat alkalmasnak tartottak arra, hogy a társadalom békében létezzen. Ugyanakkor a békekötők többsége, melyek minden vita után megjelentek, természetszerűen a pusztítók közül kerülnek ki, az az igazságkeresői közül, akik olyan módon gondolkodnak, hogy ami az enyém, a tiéd, a tiéd. Mindez azért van, mivel ők erőteljesek és bátrak a társadalomban, hősöknek vannak nevezve, hogy állandóan készen állnak arra, hogy az életüket, a közösség életét is feláldozzák, amennyiben a többség nem érte egyet a véleményükkel. De a társadalom valódi építői, akik törődnek saját és a közösségük életével, visszautasítják azt, hogy beszélve sodorják magukat vagy a közösséget annak érdekében, hogy a véleményüket a közösségre erőltessék. Ezáltal ők mindig a társadalom gyenge oldalán található, gyenge szívűek vagy akár gyáváknak is neveztetnek. Ezért nyilvánvaló, hogy a bátor pazarló keze marad mindig felül, és ezáltal természetes, hogy a békekötők mindig a pusztítók és nem az építők közül kerülnek ki. Ezáltal láthatjuk, hogy a béke reménye, melyre a generációk annyira sóvárog, az elérhetetlen mind az alany, mind az állítmány szempontjából. Megvárjuk őket. ומחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו, az alanyok szempontjából, akik a generációknak és minden más generáció békekötői, azaz mindazok, akik rendelkeznek az erővel, hogy békét kössenek a világban, mindörökké a pusztítóknak nevezett emberi anyagból kerülnek ki, mivel ők az igazság keresői, azaz a világot azon alapon akarják létrehozni, hogy ami az enyém, az enyém, ami a tiéd, az a tiéd. Természetes, hogy az emberek véleményüket keményen megvédik egészen addig, hogy az életüket és a közösséget is fel akarják áldozni a véleményük érdekében, ez adja meg még az erőt, hogy mindig győzzenek azon emberiség anyag felett, melyeket építőnek neveznek, akik a kegyelem, a szeretet és a jótékonyság keresői, akik a sajátjukat akarják feladni a többiek jólétére annak érdekében, hogy megmentsék a világot. És mivel ők gyenge szívűek és gyávák, ebből az következik, hogy az igazságkeresés és a világ elpusztítása egy és ugyanaz, és a kegyelem keresése, amit a világ építése ugyancsak megegyezik egymással. ביקוש החסד ובניין העולם היינו הך. ולכן אין לקוות כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על... ennél fogva reménykedjünk abban, hogy a pusztítók képesek lesznek békét hozni. És reményt az állítmánytól reméljük a békét, azaz a béke saját feltételétől. Mindez azért van, mivel az egyén jólétére és a közösség jólétére szolgáló megfelelő feltételek azon igazság kritériumainak felelnek meg, amit ezen békekötők annyira kívánnak, hogy még nem is lett létrehozva. Ennél fogva mindaz tényszerűen adott, hogy mindig is létezik egy nagy kisebbség a társadalom belül, mely elégedetlen neki felajánlott feltételekkel, és hogy azt mi fent bemutattuk az igazság gyengeségével. Ennél fogva ez a kép, kisebbség mindig készen áll, és hajlandó gyújtólángot adni a vitázók és a békekötők számára, majd később meg fognak jelenni. Na jó, hogy mi az előnye mindennek? Tehát hogyan tudjuk ezeket a fajta embereket, akik a lebontó emberek, a rombolók, hiszen ők nem is engednék a világot, hogy bármilyen módon létezzen. Azaz, nekik egy olyan fajta attribútumuk van, minőségük, ami nem is működik. Mi a békehozóknak a
Tehát nyilvánvalóan ők makacsok, de erősek. Tehát nyilvánvalóan a világ ilyen módon rendben van magyarra. Ниגש לי פיתרון, בכל זאת אתם לא, אני מרגיש אתכם. לא מובן עדיין. Menjünk akkor a megoldás felé, mert mindig nem érte pontosan, hogy mi a probléma, és mit akart bárhá szólam elmagyarázni. Nem siklik rá. Ulaj nachzor acharkach. Ez lo baya. Na, olvassunk, és aztán majd... Tehát az általános képet próbáljuk megragadni, és talán majd tovább megyünk. De ez nem egyszerű probléma, mert nem nagyon értjük azokat a minőségeket, hogy ezek a minőségek hogy egészítik ki egymást, tehát meg kell értenünk ezt, meg kell tanulnunk, hogy az igazságoság, a kegyelem és a béke az igazság helye. Tehát nekünk az egész világot egy bizonyos állapotba kell vinni. Ahol sok tovább. Egy bizonyos közösség és az egész világ jólétet. Ne lepődjünk meg abban, hogyha összekeverem egy bizonyos közösség és az egész világ jólétét, mivel valójában már eljutottunk egy olyan szinthez, ahol az egész világ egy közösség és egy társadalom. És az egyén teljesen elrendeltsége a közösség előtt olyan, mint egy kicsi fogaskerék egy gépezetben. Az embernek az életét és a boldogságát a közösségből kell, hogy megkapja. Ennél fogva a közösség jóléte és saját jóléte egy is ugyanaz. És ennél fogva milyen mértékben az ember a saját rabszolgájává válik. Szükségszerűen ugyanabban a mértékben a közösség rabszolgájává is válik, ahogy azt korábban hosszasan kifejtettük. Azaz, eljutunk egy állapotba, ahol az emberi fejlődésnek is egy szintjére, ahol mindenki a belső fejlődéséhez érkezett, mi minden össze vagyunk kapcsolódva, és ezért mindenki megkapja a formáló erőt a többiektől, és ez megadja az embernek az érzést, hogy mitől lehet sikeres, lehet, hogy minden nap keresztül kell menni minden nap állapotokon, ahol valóban a függőség megjelenik köztünk, és ez egész addig megy, amíg felül nem emelkedett minden problémán, és el nem kezdek gondoskodni magamról, és ilyen módon mindenkinek meg kell értenie, hogy tudok visszatérni ez a negatív. Tehát ez a bumeráng ne térje vissza minden egyes sarkába a világnak, és nyilvánvalóan ez is jelenti, hogy mi messze vagyunk most a teljességtől. És ez csak most kezdődik. Természetesen még nem jutunk el abba az állapotba, hogy az egész rendszer egy ilyen kölcsönséggel ugorjon egyet. Tehát még nem vagyunk itt. Tehát nekünk úgy kell viselkednünk, hogy a kegyelem, a béke és a fokozatos előadás az egyfajta gyengétséggel kezeljen bennünket. Bizonyos állapotokon vezessen át bennünket, fokozatos lépéseket tegyen az előrehaladás érdekében, és ez az, amit mi nem értünk még pontos, hogy hol vagyunk. És ezek a szabályok, ezek a törvények, hogy mi mindannyian függünk egy bizonyos módon, egy determinisztikus módon egymástól, és valóban az igazság minőségére megfelelően kell adnom. Folytatjuk
דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. És mekkora ennek a közösségnek kiterjedése, mindez az egyén vonzás környezetétől is függ. Például a történelmi időkben ez a vonzáskör csak a személy családjára terjed ki, azaz az embernek csak a családtól volt szüksége segítségre. Abban az időben csak a családnak kellett alárendelni magát. Később a családok falvakba, városokba gyűltek, az ember városának rabszolgájává vált. Még később a városok, megyék, államokká csatlakoztak, és az egyén már az összes honfitársának a rabszolgájává vált. Ennél fogva a mi generációnkban, amikor minden egyes személy boldogsága a világ összes országa által kell, hogy meg legyen támogatva, szükségszerű, hogy abban a mértékben, egy ilyen mértékben az ember az egész világ rabszolgájába válik, mint egy fogaskerék a gépezetben. Ennél fogva az, hogy jó és boldog békés cselekedet jön létre egy államban, elképzelhetetlen, amikor nem ugyanezt történik a világ összes államában, és viszont. Tehát a mi világ, a mi időben az országok teljesen össze vannak kapcsolódva, és az, ahogy az egyének voltak összefogva a családban, ezért többé nem beszéltünk, vagy nem törődtünk cselekedetekkel egy ország, vagy egy nemzet jólétét ígérik, csak is olyan módon cselekedhetünk, hogy az egész világ jólétét veszik figyelembe, mivel a világ minden egyes embernek kárára vagy hasznára válik. És így van ez minden ember megmérve. Tehát a mi országunkban aztán ez abszolút igaz. Tehát ezáltal többé nem beszéltünk, vagy törődhetünk olyan cselekedetekkel, melyek egy ország vagy egy nemzet jólétét ígérik, ezt már olvastam, de megismétlem, itt tartanak, hanem csak is olyan módon cselekedhetünk, hogy az egész világ jólétét veszük figyelembe, mivel a világ minden egyes emberének kára vagy haszna, az egész világ összes emberének haszna vagy kára által van lemérve, és attól is függ. Ilyen módon kell látnunk azt, hogy mi történik, ugye a kölcsös jó akaratban, tehát hogy ki mennyit szenved, ki mire jutott. Tehát ez valóban azt látjuk, hogy egész Európa most zuhanásban van, ugyanezt történik Oroszországgal, tehát Oroszország most fantasztikus zuhanásban, egy izolációban van, elválasztottságban. És ezért mekkora szenvedés van. Tehát mindenki, aki belép ebbe a szeparációba, akinek lefagynak a kapcsolatai más országokkal, a szenvedés. És minél jobban kizárodik a világban való együttműködés, valamivel nehezebb problémákat kell szembesülni. És ezért jön a csapás, és valóban a csapások száma is ereje nőni fog. És kiderül a szövegből, hogy a kegyelem és a béke, én nem értem pontosan, hogy a teremtő miért teremtő meg őket, hiszen ezek csak elrejtik az igazságot. Tehát még nehezebb az igazságot felfedezni, mivel a kegyelem, tehát aki békét akar, annak még nagyobb problémát okoz az igazság felismerében. Tehát akkor a teremtő miért ilyen módon teremtette meg ezt a három minőséget? Miért ilyen jónak tűnő minőségek mögé rejtett az igazságot? Képtelenek vagyunk az igazságra dolgozni, ugyanak. Nem tudjuk elviselni, hát nem tudjuk meglátni, nem tudjuk elfogadni. Felismerésre szeretnénk. Tehát mi képtelenek vagyunk mindenre, tehát kezdetekben mondjam, hogyha én ránézek valamire, akkor a saját nézőpontomból kell ránézni, hogy mi jó nekem. A saját eszközeim felül tekintek rá. Nekem nincsenek meg a képességeim, hogy ezekkel a minőségekkel dolgozzak. Ezek olyan minőségek, melyek... Tehát, hát olvassátok el még egyszer, mi az igazság. Tehát mi... מה הדרך לעבוד
Tehát mi az a mód, ami közöttünk működik, hogy képítsük egy olyanfajta közösséget. Tehát hogyan lehet elmagyarázni, hogy mindenki a saját maga módján látja az igazságokat. Nekünk rövid, egy másfajta megoldás kell. Hogy az egész, ki tudjuk lépni ebből a filozofálgatásból, tehát ezen. Tehát nekünk így kell a reformáló fényt megkapni, és így van elrendezve minden, ami oldalunkra. Tehát itt még nincsen megoldás. Tehát hogy jut el a világ a halálos véghez, és mennyire nem lesz képes meglátni a valódi igazságot, és mennyire nem lesz képes keresni sem az igazságot, és ezért nincs más választás, mint hogy csak is kizárólag az elsődleges forma után, hogy hogyan adunk előre, nyilvánvalóan ez nem is tiszta még a számunkra, hiszen azt kell, hogy lássuk, hogy ugye ebben a világban a függőség, ami feltárul, az milyen erejű. Tehát mindenki kapcsolatról beszél, van néhány ember, aki erről beszél, de nagyon kevés ember, aki meg is teszi ezt. És a világ az egy nagyon szoros kapcsolatrendszerbe lépett be, az összes cég, az összes vállalat, az összes ország hihetetlen függ egymástól, Európa, Dél-Amerika. Tehát és akkor hogy egymással harcolnak ezek az országok, miközben a függőség nem csökken egymástól. Tehát ez egy nagyon erőteljes blokk. Rengeteg számításra megjelenik itt és gyűlölet. De valójában ezen belül már lángol a függőségnek és a kapcsolatnak a mindent elsőprő ereje. És nyilvánvalóan minden országnak vágynia kellene erre. Tehát a szeparáció próbálja magát távol tartani a másiktól a függőségtől, de ez nem lehetséges. És nincs ereje sem ehhez, hogy megtegye, tehát... Tehát olyan, mintha egy erő jelenne meg, amelyik messze vagyunk egymástól, de ez nem veszélyes állapot ez. Mert a világ teljes egészében egy idegen belső struktúra fele halad. Tehát ilyen módon haladunk elő az igazság fele, meg össze kell kapcsolódnunk egyetlen testé, a legnagyobb ego irányában, amely mindent elrejt előre. Tehát mi vagyunk azok, akik ezt az elsődleges formát érzékelhetik. Haim. Én szeretnék majd kérdezni, hogy a világcsoport utáni annak érdekében, hogy segítse ezt a folyamatot, hogy felfedezzük az igazságot. Nem kell összezavarodnunk, mert mi egy rendszerről vagyunk befoglaltatva, és a kapcsolat köztünk az egyetlen megoldás, mert különben nem fogunk közni semmit. Tehát jelenleg vagyunk a természetnek, és nyilván a világ darabokra hullik, ha nem jól csináljuk. Tehát önnek vannak blogjai, על העניין של הקשר בינינו, האיחוד בינינו, המערכת הזאת, ושרק בזה בעצם תמונה הצלה לאנושות, במיוחד במצב שאנחנו רואים היום. תאת המגבעת השלמה של כיוריון. ככלי עולמי, נגיד נכנסים, ותומכים בבלוגים האלה. נכנסים, הנה כן עכשיו רואים באמת את הדף ששם אפשר לראות את כל הבלוגים, בכל השפות דרך אגב, זה אנגלית, צרפתית. לאט נוקל.
Tehát mindenféle nyelveken megvannak ezek a weboldalak, amire hivatkozik. Tehát, hogyha a világcsoport felé fordulunk, akkor az emberek... Tehát nyilván az erőfeszítésen keresztül meg kell jelenjen a kölcsönös gazdálkodás. Jó, de tudod, hogy mit miért tesztek? Ez a mi missziónk, ez a mi kötelezettségünk. Tehát Izraelnek nincsen helye ebben a világban, nem is kéne létezni egyáltalán, ha nem teszi meg a dolgát. Embereknek ezzel a minőséggel nem szabad létezni, hiszen még ágat, hogy nem meg kell, hogy váljunk. שבאמת זה התכונות מאוד שונות. אנחנו לא מגלים אותם, אבל זה כך. אנחנו מקיימים אך ורק כדי להראות לעולם. תתי, אמונו פה כפדזנינג. אבל איך בזה שאני נכנס עכשיו... הוד, תראי, מה כאמות אותנו כסת אותה, תסת המודות. פשוט נגיד עושה שר בפייסבוק על ה... על איזשהו בלוג שלך, איך זה גורם... נימן, לא ששאלנתי, הוי... איך זה גורם לו עכשיו... תעת הוי יונטות את יבלו כי עשת פייסבוקום. היא כמו איזה גנרטר שהוא... רב, ההלוזת המבל עושה עם קרצ'ולות בה, אז איך פייט ה... משחרר כאלה גלים, ואנשים נכללים בסד... Egyfajta hullámot kell, hogy jelentsen az emberek, meg kell jelenjen a tudásnak az érzékelése, tehát az emberek nyilvánvalóan még erőteljesebben kell éreznie, hát nyilvánvalóan az, hogy באמת באים להפצה מאוד גדולים וזה פתאום מעורר בהרבה אנשים בעולם tehát ez egy nagyon fontos hullámmal terjesztésnek nyilván nagyon sok ember van a világban הם לא יודעים מאיפה אבל הם מתחילים לקבל תשובה nyilván megjelenik a szükségszerűsége annak hogy választ kapjunk arra, hogy mit kell tennünk. De ez nem egyszerű. Hogyan lehetséges mindez? Hogy valami, hogyan lehet valamit még természetesebb, mint ez? Tehát a mi világunk nyilvánvalóan mindenféle csapásokon, vitákon megy át. Hogyan lehet, mert ezt megérteni, hogy milyen szakadékok vannak. Tehát az emberek ellentétes irányba haladnak. בצורה כזאת נשתמש בבלוגים האלו, זה באמת טוב, אני מבקש מכולם. És ilyen módon ez nagyon jó előadás biztosított. És ezért kell nekünk megtenni minden erőkkel azt, ami az igazán a dolgunk. שבעצם העולם של היום עובד במידת הצדק. כל החזקים הם אלה ששולטים. Oké, na de azt jelenti, hogy nekünk az igazságosságot kell szolgálni. Tehát nyilvánvalóan itt nincsenek valódi világok, itt egy csoport ember, akik erősek, itt oda lögybölődnek ezek az emberek, irányítják ugyan a világot, de nem csoport. Na, de hogy lehet az egyik pontra a másikra megváltoztatni mindezt? Felülről kell a világot megváltoztatni, mi nem tudjuk megváltoztatni, tehát hogy mi hogyan változunk a világot, mi nem változunk semmi. Mi kizárólag azt akarhatjuk, hogy legyen az emberek között egy olyan hely, a feltételrendszer, ami egy irányultságot ad, hogy a hiány, ami megjelenik, az felülről jelenjen meg, és a korrekciót szolgálja. Nem értem. Tehát van egy kis csoport, ami kontrollálja a világot. Mit jelent ez? Nem is a csoport ez, mondja rá.
וכאלה ששולטים על העולם והם קובעים איך העולם ייראה. נו. אז עכשיו אני רוצה להבין. תעדני מהמלוא את כל איזה פוטו, פוטין, ואי רוצ'יל. תעתו כוסק אמברק, צ'יק מידי מקוטר, תכן וידע כל יום מיוקדי. בפוטין וכל אלה מה... לא, אני לא יודע, אני לא קובע. תעדני מהמלוא את כל איזה פוטו, תעתו כוסק אמברק, צ'יק מידי מקוטר, תכן וידע כל יום מיוקדי. לא, אני לא יודע, אני לא קובע. תעדני מהמלוא את כל איזה פוטו, תעתו כוסק Én nem döntök el semmit, mennyire. Én azt akarom, hogy a felső fény megjöjjön, és hajtsa végre a kollekciót. Milyen módon? És hogy fogja megtenni, milyen formában? Ez engem nem érdekel. Én egy dolgot akarok, és akarom tudni, mennyire. Én csak egy dolgot akarok tudni, hogy megteszi. Tehát van itt egyfajta a dolog, amit nekem stabilizálni kell. Oké, na mi azt akarjuk, hogy megváltozzon az emberek, a közösség, így van. Na de jó, de akkor nem tudom, mit kell tenni, de mégis szeretem megváltozni. De az életben nincs ilyen dolog, nem létezik az, amit te szeretnél. Csak a fénynek a cselekedetei változtatnak meg minden. Musi? Jöjjünk és egyesüljünk, akkor nem az igazság feltárása van szó, az emberek nem értik, nem tudják. Tehát ma, tehát ez az igazság feltárása, ma egyre kevesebb ember akarja ezt megérteni. Oké, na de ha nem támfozik, akkor rosszul érzem magam. Oké, na de ez azt jelenti, hogy nekünk el kell magyarázni, hogyan működik. Hogyan működik mindez. Oké, na de akkor nekem meg kell találnom az igazságot. Így van. Ez se nem igazság, se nem. De milyen feltárásról beszélünk? Tehát ez a természetnek a része. Nyilván úgy kell történni mindennek. Tehát nekünk tökéletes cselekedetbe kell kerülnünk. Oké, de tudjuk azt, hogy több ezer év fejlődése után így kell elérkeznünk, ahol elérkezni. Oké, na de akkor tudnunk el reformáló fény, de egy felső erő, amely... tehát hogyan segít ez a workshop például ezen? Ez egy különleges oktatás, annak a bölcsességéhez kapcsolódik. Ez egy módszer, ami elhozza az erőt, és amely korrigálja a világot. Tehát nyilvánvalóan nekünk kell az igazságnak az ereje, és nekünk el kell írnunk egy szintre, tehát בקיצור, שוב אני אומר, להגיד להם שאנחנו כן מלמדים את כולם. תתני יצר. מחזיר למותיו, להזמין כוח עליון. תתני מן הכתר, אתה נתאום כותו גם כל, מונקרו מונה רפורמה רופאים. הודעה לסיום. כן. ערב פתוח במכללת בן אדם. אנו שמחים להזמין אתכם לערב ארצי פתוח של מכללת קבלה לעם. Tehát nekünk egy nyitott leckét adunk a kabalámban. Tehát itt egy kurzus nyílik most. És ingyenes a belépés. És így mindenkinek szép napot kívánunk.
רוצים לחבר את המחשבות למחשבה.